Belsővár kastély. Ezt a címet viselte Bicskei Erzsébet naplója. A római katolikus diáklány ezt 1940-ben kezdte elírni. A szerencsének és véletlennek köszönhető, hogy nagyjából 10 éve megtalálták. Az Országos Széchenyi Könyvtár egyik munkatársa bukkant rá az utcán sétálva, egy lomtalanítás utáni szeméthalom tetején. Ezt követően 4-en szerkesztették forrás kiadványát, amely nemrég jelent meg, és csütörtökön Nyíregyházán mutatták be a 4 eredeti füzettel együtt. Ezek a naplók, ezek azért nagyon érdekesek, mert azt dokumentálják, hogy egy hétköznapi ember hogyan látta az őt körbevő környezetet. Egyrészt hogyan látta a társadalmat, hogyan viszonyult a politikához, vagy akár milyenek voltak az iskolai mindennapjai. Ami a legérdekesebb az egészben, az pontosan az, hogy ez a napló gyakorlatilag a 2 világháború közötti keresztény középosztálynak a mentalitását dokumentálja, és azt, hogy milyen volt az angol kisasszonyok apácarendnél Nyíregyházán tanulnia. Bicskei Erzsébet a mai Biatorbágyba menekült el családjával, remélve, hogy ott épségben átvészelik a front átvonulását. A naplóból az is kiderül, hogy a lányt megerőszakolták az orosz katonák, így az írás az ennek tapasztalatával való küzdelmét is bemutatja. Mint a rendezvényen elhangzott, az emberről, szeretetről és hitről szóló dokumentum hétköznapi világlátást, tapasztalatokat és képzeteket rögzít, a történetben pedig mindenki találkozhat önmagával. Gondolataimat azért vetem papírra, mert szükségévé ezem annak, hogy ezt valakinek elmondjam. Nekem nincs barátnőm. Édesanyám pedig nem jár rá arra, hogy az én panaszaimat meghallgassa. Ez talán az egyik oka annak, hogy naplót írok. A bemutatón az Zrínyi Gimnázium tanulói is részt vettek, egyikük részleteket is felolvasott a kiadványból. A megyei közgyűlés elnöke pedig arról beszélt, hogy az ilyen személyes történetek hitelesítik a történelmet, és teszik átélhetővé az adott kort. Nem egy szintetizált tudást jelentenek, de személyes tapasztalatot. Valószínűleg azért ilyen vonzóak ezek a munkák. Most egy olyan valóban helytörténeti kordokumentum jelent meg, amely nagyon szomorú, vészteres korszakról nyújt számunkra tudást, betekintést ennek a kornak a sajnálatos mindennapjaiba. Én azt gondolom, hogy aki tanulni akar a történelemből, a saját sorsából, városának, településének sorsából, annak a figyelmére méltán számít, tehát ez a valóban helytörténeti értékű és hiánypótló kordokumentum. A kiadott könyv nem kerül forgalomba, de a korszakkal foglalkozók számára elérhető lesz.